alaptörvény vitáját jelentette, hiszen ott már én magam is a vitában megfogalmaztam, hogy a nemzetiségek, nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének a biztosítását az alaptörvényben kellene rögzíteni. És ha ebből az alapelvből indulok ki, ez egy újabb csorbítása annak, amit egyébként a kisebbségi jogok és a kisebbségi jogok biztosításának a garanciális intézményrendszere tekintetében tekintünk, ez ugyancsak egy visszalépésnek tekinthető. Így hát én arra kérem kormányzó párti képviselőtársaimat, hogy fontolják meg ismételten. Ha már egyébként az alaptörvénybe dedikáltan és önálló legitimációt biztosítva fogalmazták meg a két országgyűlési biztos helyettesének a pozícióját, akkor kérem, legyenek hűek önmagukhoz, és az alaptörvényben megfogalmazott elvekhez, és fogadják el azokat a módosító indítványokat, amelyek éppen a jobbítás szándékával szeretnének visszanyúlni azokhoz a magaslati pontokhoz, amit 2007-ben éppen a jövő nemzedékek ombudsmanjának vagy országgyűlési biztosának a létrehozása jelentett, vagy intézményének a létrehozása jelentett, illetőleg tegyünk eleget annak, ami véleményem szerint nem csak azért, és nem elsősorban azért fontos, hogy nemzetközi szintéren ez számunkra mit jelent, saját magunk miatt, a saját társadalmunk miatt, a saját állampolgáraink miatt, és a számukra garanciális elemként is megjelenő olyan intézmény megőrzése miatt, ami számukra a biztonságot, és nyilvánvaló a panaszaik kivizsgálásának és a védelmüknek a lehetőségét biztosítja. Kérem, fontolják meg még egyszer, és köszönöm elnök úr a lehetőséget, hogy felszólalhattam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a vitában felszólalni. Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Répási Róbert államtitkár urat, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra most válaszolni. Igen, megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt biztos urak. Nem fog tudni természetesen mindenre válaszolni most azonnal, hiszen nagyon sok minden elhangzott, és folyamatosan figyelemmel kísérték munkatársaim is az elhangzott észrevételeket. Néhány fő csomópontról szeretnék beszélni, arról, amely a törvényjavaslattal kapcsolatban elhangzott. Itt kell megjegyeznem, hogy Kála Jernő biztos úr a hozzászólásának az első 4 percében foglalt érveivel szeretnék vitába szállni, mert azt követően kijelentette, hogy befejezte a szakmai érveit, és az azt követő hozzászólását nem akarom minősíteni, mert az mindkettőnk számára kínos lenne. Alaptörvénnyel való összhang merült fel többször a törvényjavaslat kapcsán. Az alaptörvény 30. cikke alapján az alapvető jogok biztosan lát el alapjogvédelmi tevékenységet. Hozzá fordulhat bárki, ő vizsgálja ki az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságokat, ő számol be az országgyűlésnek. Legitimációját erősíti, hogy az alaptörvény 9. cikk 3. bekezdési éppontja szerint személyre a köztársasági elnök tesz javaslatot. Két terület vonatkozásában a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, jövő nemzedékek érdekeinek védelme tekintetében az alaptörvény helyetteseket intézményesít, akiket szintén az országgyűlés választ, jelölésükre azonban az alaptörvény nem rendelkezik. A helyettesek az alaptörvény szövege szerint az adott jogok védelmét látják el, azaz saját feladattal, szakterülettel rendelkeznek, saját hatáskörrel azonban nem. A helyettes helyzete az országgyűlés általi választás miatt viszonylag erős, de jellegében hasonló az egyes közjogi intézményeknél megjelenő helyettesekéhez, például a kúria elnökének helyettese, vagy az ÁSZ alelnökök. Azaz feladata az adott szakterületen az alapvető jogok biztosan munkájának segítése. A helyettesek a két speciális terület védelmének megvalósítása érdekében az alapvető jogok biztosának munkáját segítő, szakosított munkát végeznek, amely biztosítja, hogy az alapvető jogok biztosának tevékenységében a Magyarországon élő nemzetiségek jogai és a jövő nemzedékek érdekei fokozott hangsúlyt kapjanak.
Tehát álláspontunk szerint ebben a tekintetben az a törvényjavaslat alaptörvénnyel való összhangja biztosított. A következő kérdéskör volt a jövő nemzedékek érdekeinek védelme, pontosabban a védelmi szint kérdése. Elhangzott az a vitában több felszólaló részéről, hogy a törvényjavaslat ellentétes az Alkotmánybíróság által meghatározott visszalépés tilalmáról szóló elvvel. A visszalépés tilalma az Alkotmánybíróság szerint azt jelenti, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve ha ez más alkotmányos jog vagy érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen és az elérni kívánt céllal arányos. Az Alkotmánybíróság azonban azt is kimondta, hogy a környezetvédelem elvi alapjainak és módszereinek megválasztásában az állam szabad, és szabad annak meghatározásában is, hogy a környezethez való jog tartalmát adó sajátos állami kötelezettségből milyen konkrét jogalkotási és kormányzati teendők származnak. Az állam nem élvez azonban szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje. A fentiek alapján a visszalépés tilalma alig ha értelmezhető olyan követelményként, amely megakadályozza, hogy a környezetvédelem más szervezeti formában valósuljon meg, ha az ugyanolyan vagy hatékonyabb védelmet garantál. Ezek után nézzük a zöld ombudsman hatáskörének a kérdését. Az alaptörvény maga rendelkezik az egységes biztosi rendszer létrehozásáról. A törvényjavaslatban az alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az alapvető jogok biztosának hatásköre egyesíti a korábbi három országgyűlési biztos hatásköreit. Ezáltal az eddiginél hatékonyabb és koncentráltabb védelmet kapnak az alapvető jogok. A hatáskörök egyesítése miatt szükségessé vált azok egységesítése és racionalizálása is. A hatáskör átrendeződés a következők szerint foglalható össze. A korábban a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa által ellátott hatáskörök nagy részét az alapvető jogok biztosa veszi át. Ilyen elsősorban a hatóságok tevékenységének vizsgálata, a visszásság megszüntetésének kezdeményezése, ajánlása felügyeleti szervnek, jogszabályvéleményezés, közmeghallgatáson való részvétel. Az alapvető jogok biztosának hatásköre kibővül a hatóságnak nem minősülő szervek vizsgálatával. Ez lehetőséget ad arra, hogy a korábban a zöld ombudsman hatáskörébe tartozó nem hatósági szerveknél folytatott vizsgálatok lefolytathatók legyenek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kivételes vizsgálat során nem lehet a nem hatósági szerveknél, tehát nem hatóságoknál helyszíni ellenőrzést folytatni, amire a zöld ombudsmannak lehetősége volt. Környezetet károsító tevékenység észlelése esetén a zöld ombudsman közvetlenül felhívhatta a károsítót a tevékenység megszüntetésére, ennek hiánya esetén pedig a bírósághoz fordulhatott. A törvényjavaslat alapján az alapvető jogok biztosa a környezetvédelmi hatóságokhoz fordulhat, amelyek a törvény szerint az eljárást kötelesek haladéktalanul megindítani, így gyorsabb és hatékonyabb eljárásra kerülhet sor, ami építhet a hatóságok szélesebb anyagi és szakértői bázisára. Egyes a törvényjavaslat alapján megszűnő hatáskörök az ombudsmani intézménytől egyébként is idegenek voltak. Ezért azok megszűnnek. Ilyen például az egyértelműen kormányzati felelősség körébe tartozó hatáskör az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményében képviselt magyar álláspont kialakításában való részvétel. Egyes a törvényes javaslat alapján megszűnő hatásköröket más alkotmányos szervek is ellátnak jelen pillanatban is. Így a környezetet károsító személlyel szembeni kártérítési igényt az ügyész és a miniszter is érvényesítheti, környezeti veszélyeztetés esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani. Tisztelt Ház, tisztelt képviselőtársaim, még egy kérdéskört szeretnék érinteni, ami több kritika tárgya volt. Ez az alapvető jogok biztosának hatásköre az ügyészségi nyomozással kapcsolatban. A változás oka, hogy az ügyész, amikor nyomoz vagy nyomoztat, azt a vádemelés céljából teszi. Így a tevékenységének egyértelmű elválasztására nincs mindig mód. A közváddal kapcsolatos funkció viszont olyan tevékenység, amelynek az alapvető jogok biztosa általi vizsgálatára semmiképpen nem került sor. A gyakorlatban egyébként nem is volt jellemző, hogy az ombudsman vizsgálja az ügyészséget. Tisztelt Ház, ezekben próbáltam összefoglalni a főbb kritikákkal szembeni álláspontunkat. Természetesen minden egyes módosító javaslatot meg fogunk vizsgálni, meg fogunk fontolni, és köszönöm azoknak a támogatását, akik támogatták a törvényjavaslatot, és felhívnám azért az ellenzék
figyelmét arra, hogy kicsit szelektív a hallásuk, amikor az ombudsmanok véleményét idézik ebben a vitában, hiszen minthogyha nem akarnák meghallani, hogy az országgyűlési biztos, tehát az a személy, aki jelenleg ebben a pillanatban az alkotmányos intézmény képviselője, az országgyűlési biztos támogatja az alapvető jogok biztosáról szóló törvény elfogadását, míg a külön biztosok valóban nem támogatják. De kérem, hogy ne szelektáljanak ilyen értelemben az érvek között. Természetesen minden biztos véleménye fontos ebben az ügyben, de az a biztos, aki folytatni fogja ezt a tevékenységet, az támogatja a törvényjavaslatot, és nem visszalépésként, a törvényjavaslat szerint az országgyűlési biztos jogutódja az alapvető jogok biztosa lesz, pontosabban az alapvető jogok biztosa tölti be ezt a feladatot. Tehát azért az egy fontos szempont, hogy az, aki az elmúlt években ezt a tevékenységet végezte, és aki várhatóan a jövőben is végezni fogja, az még egyszer mondom, nem visszalépésként, az alapjogok védelmének visszalépéseként éli meg, vagy értékel ezt a törvényjavaslatot, hanem még az alapjogok védelmének bővítését látja benne, és különösen nem talált alkotmányossági kifogást a törvényjavaslattal szemben. Tehát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogyha méltányosan figyelembe veszik az itt elhangzott érveket. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az általános vitát lezárom. Tisztelt képviselőtársaim, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Most soron következik az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot Téper 3586-os számon, az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlását pedig Téper 3586/2-es számon már megismerhették képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak, a napi rendi pont előadójának. 35 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt országgyűlési biztos úr! Magyarország alaptörvényének 6. cikke a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozandó független hatóság által rendeli ellenőrizni. A jelen törvényjavaslat az információs önrendelkezési jog és az információ szabadsághoz fűződő jogok érvényre juttatásának új, az alaptörvénynek megfelelő szervezeti kereteit állapítja meg. Emellett a javaslat az Európai Uniós tagságunkból következő jogharmonizációs kötelezettségek végrehajtása és a gyakorlatban felmerült jogi szabályozást igénylő kérdések rendezése érdekében újraalkotja a jelzett alapjogok gyakorlására vonatkozó szabályokat is. A törvényjavaslat célja a személyes adatok védelmére, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó törvényi szabályok megújítása. Ez a megújítás az említett alapjogok érvényesítése terén elért eredmények megőrzésével és a szabályozás uniós követelményeknek megfelelő továbbfejlesztésével az alapjogvédelem és a hatékony állami működés együttes előmozdítása mellett történik meg. Az alapjogok gyakorlását illetően a javaslat megőrzi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságára szóló hatályos törvény alapvető rendszerét, és követi annak alapjogvédelmi megközelítését. Ugyanakkor az elmúlt közel 2 évtized alatt összegyűlt jogalkalmazói tapasztalat alapján lényegi változtatásokat is tartalmaz. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy a következőkben bemutassam az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényjavaslat által bevezetett változtatások lényegi elemeit. Az új szabályozás egyik sarokpontja a személyes adatok védelmével és az információszabadsággal összefüggő feladatok ellátására létrehozott új szervezeti keret, amely szerint az alaptörvényben foglaltatnak megfelelően az adatvédelmi biztos helyett független hatóság jár el az érintett alapjogok érvényesítése kapcsán. Mindez természetesen magával hozza mindazoknak a jogi,
valamint a nyilvánosság erejét igénybe vevő eszközöknek a megfelelő módosítását is, amelyek a hatályos szabályozás alapján is az adatvédelmi biztos rendelkezésére állnak. Emellett a javaslat új, hatósági típusú eljárások létrehozásával tovább erősíti az érintettek jogait személyes adataik védelmével kapcsolatban, valamint a titokvédelem körében lehetővé teszi az adatok megalapozott minősítése feletti őrködést. A törvényjavaslat az alaptörvény 6. cikkének megfelelően rendelkezik a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését ellenőrző független hatóság létrehozásáról és feladatairól. E tekintetben a javaslat rendelkezései sarkalatosnak minősülnek. Az újonnan létrehozott autonóm államigazgatási szervként működő hatóság neve kettős feladatkörének megfelelően a törvényjavaslat szerint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A hatóság függetlenségét az alaptörvény alkotmányos szintre emelte. Az ebből, valamint a tárgykört szabályozó Európai Uniós normákból fakadó, a hatóság függetlenségére vonatkozó követelményt a törvényjavaslat több oldalról is támogatja. Ezt a függetlenséget szolgálja a hatóság szervezetére és költségvetésére vonatkozó szabályozás, a hatóság feladatkörének és hatósági eszközeinek megállapítása, az elnök jogállásával, kinevezésével és megbízatási idejével kapcsolatos rendelkezések, továbbá a szigorú összeférhetetlenségi szabályok is. Az új típusú, független hatóság számára a törvényjavaslat az imént elhangzottaknak megfelelően új jogi eszközöket is a rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjogok érvényesíthetősége átlátható és kellően hatékony legyen. Ennek megfelelően a javaslat a hatóság eljárásai körében szabályozza a hatóság vizsgálati eljárását, az adatvédelmi és titokfelügyeleti hatósági eljárást, a hatóság perindítási jogát, az adatvédelmi nyilvántartás vezetésére irányuló eljárást és új típusú hatósági szolgáltatásként az adatvédelmi audit lefolytatását. Az új szabályozás megőrzi az adatvédelmi biztos alapvetően ombudsmani típusú eljárását, tekintettel arra, hogy a gyakorlatban sok esetben ez a formális közigazgatási eljárásnak nem minősülő vizsgálat, illetve az ennek eredményeként az adatkezelő számára készített ajánlás és a nyilvánosság ereje is megfelelő eszköznek bizonyult a személyes adatok jogszerű kezelésének kikényszerítésére. A törvényjavaslat rendszerében ugyanakkor újdonságként jelentkezik, hogy az említett vizsgálat lefolytatásának lehetősége mellett a hatóság érdemi hatósági jogosítványokat kap. Így amennyiben a bejelentést megalapozottnak tartja, az ombudsmani típusú eszközök alkalmazását követően vagy azok helyett hatósági eljárást is indíthat, erre a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében, illetve abban az esetben kerülhet sor, ha a nemzeti minősített adat minősítésének jogellenességét észleli. A javaslat szerint a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogokkal kapcsolatban, ha az nem függ össze a nemzeti minősített adat jogellenes minősítésével, a hatóság nem hatósági eljárás folytat le. Ezekben az ügyekben az imént említett ombudsmani típusú vizsgálódásra van lehetősége, illetve annak sikertelensége esetén bírósághoz fordulhat a jogérvényesítés érdekében. Fontos kiemelni, hogy a törvényjavaslat alapján mind a személyes adatok védelmével összefüggő jogok, mind a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítése lehetséges, közvetlenül bíróság előtt is az érintett, illetve az adatot igénylő által. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Ház! A javaslat által létrehozott független hatóságra vonatkozó szabályozás lényegi elemeinek, valamint az eljárási rend főbb csomópontjainak ismertetéséből egyértelműen kitűnik, hogy az alaptörvény 6. cikkében garantált személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog érvényesülése fölött örködő új, független szervezet a számára biztosított hatékony eszközök és az átlátható eljárásrend alkalmassá teszik arra, hogy az alaptörvényben rögzített feladatának eleget tegyen. A javaslat azonban a hatóság jogállására, szervezetére és eljárására vonatkozó mérföldkőnek számító új szabályok mellett az érintett alapjogok, tehát a személyes adatok védelméhez való jog és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének a részletes szabályai tekintetében is él néhány változtatással a hatályos szabályozáshoz képest. E változtatások nagyrészt kisebb súlyúak,
és a jogalkalmazó gyakorlatban kikristályosodott elveket és tapasztalatokat tükrözik, egyes esetekben azonban a hatályos szabályozás megközelítésén túlmutató érdemi változtatásokról van szó. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy külön is kiemeljem a törvényjavaslat által bevezetett legfontosabb újdonságokat. Az Európai Unióban való tagságunkból következően a vonatkozó kötelező uniós jogi aktusoknak való megfelelést e törvényben is biztosítani kell. Erre tekintettel a törvényjavaslat az adatvédelmi irányelv rendszerének megfelelően szabályozza a személyes adatok kezelésének jogalapját és a magyar adatvédelmi rendszerben hagyományos, kötelező és hozzájáruláson alapuló adatkezelést kiegészíti az adatvédelmi irányelv szerinti speciális lehetőségekkel is. Ezzel párhuzamosan további garanciákat ír elő a javaslat az érintett jogainak biztosításával kapcsolatban, ideértve a tájékoztatás szabályait és az adattovábbítási nyilvántartás vezetését, a zárolás és az adatmegjelölés szabályozását, valamint annak érdekében, hogy az immáron törvényszinten rögzített adatkezelési elvek maradéktalanul érvényesülhessenek. Szintén az adatkezelési elveknek való minél teljesebb megfelelést szolgálják azok a rendelkezések, amelyeket a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló kerethatározat átültetése érdekében tartalmazza a javaslat. Ezek az új szabályok lehetővé teszik az adatkezelés korlátozását, valamint külön garanciákat állapítanak meg az adattovábbítással kapcsolatban. Az érintett jogai kapcsán a javaslat a hatályos szabályozásnál részletesebb előírásokat állapít meg az előzetes tájékoztatás követelményével kapcsolatban. Emellett az érintett az információs önrendelkezési jog alapján megillető egyéb jogosultságok és jogérvényesítési eszközök kiegészülve az adatvédelmi hatósági eljárás lehetőségével továbbra is adottak, mármint az érintett számára. Így az adatkezelés jogalapjának bővítése mellett továbbra is fennmarad, sőt egyes pontokon tovább is fejlődik a magyar adatvédelmi szabályozást Európa élvonalába emelő, az információs önrendelkezés jog védelmét középpontba helyező megközelítés. A javaslat létrehozza a belső adatvédelmi felelősök konferenciáját. Ezen a hatóság által koordinált fórumon alkalom nyílik az adatvédelmi gyakorlat összehangolására és a jogalkalmazói tapasztalatok megosztására is. A konferencia létrehozásának célja többek között a belső adatvédelmi felelősök tevékenységének szakmai támogatása, a szervezeten belül betöltött szerepük erősítése, ennek révén pedig az érintettek jogainak hatékonyabb védelme. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó általános szabályok körében a javaslat főbb vonalaiban követi a hatályos szabályozást, azonban mind a közérdekű adat, mind a közérdekből nyilvános adat tartalmát pontosítja, illetve a jelenlegitől részben eltérően állapítja meg. Ebben a körben az új meghatározások az állam működésének átláthatósága érdekében egyértelművé teszik, hogy a közfeladatot ellátó szervek kezelésében álló és az e tevékenységükkel összefüggésben keletkezett személyes adatoknak nem minősülő adatok megismerhetőek. Az átláthatóságot elősegítendő, a javaslat tartalmaz egy példálozó felsorolást is, amely az imént idézett szabályhoz kapcsolódva meghatározza azokat az adatokat, amelyek a törvény erejénél fogva nyilvánosak akkor is, ha nem minősülnek ugyan közérdekűnek, mert például személyes adatokról van szó, a közfeladatot ellátó szerv működésének megismerhetősége szempontjából azonban a nyilvánossághoz fűződő közérdek erősebbnek bizonyul az érintett személyes érdekeinél. A törvényjavaslat által kialakított szabályozás illeszkedik az információs társadalom teremtette új szabályozási környezetbe is, és ennek megfelelően olyan módosításokat is tartalmaz, amelyek az internet korában megszokottá vált igényekhez képesek igazítani a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítését. Ebben a körben feltétlenül ki kell emelni, hogy az elektronikus információszabadságról szóló törvénynek a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó, az állam tevékeny szerepvállalását igénylő közzétételi kötelezettsége is a jelen javaslatban kapott helyet. Ez jelzi azt a szoros kapcsolatot, ami a közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog és az ezt elősegítő elektronikus közzététel között fennáll. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Országgyűlés!
Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló imént ismertetett törvényjavaslat a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgáló hatályos szabályok megújításával biztosítja az érintettek számára a kiszámítható és hatékony jogvédelmet, az adatkezelők számára az átlátható és követhető szabályokat, az állami szervek számára pedig a hatékony és jogszerű működés kereteit. A javaslat megőrzi az adatvédelem és az információ szabadság terén elért vívmányokat, az ezek felett őrködő új szervezetként pedig az alaptörvényből következő sarkalatos szabályokkal létrehozza a független Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságot az Adatvédelmi Biztos Intézménye helyett. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy az új szabályozás által követett megközelítéssel egyetértve fogadja el a törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim! Jóri András adatvédelmi biztos úr előzetesen jelezte, hogy felkíván szólalni a mai vitában. Erre 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Megadom a szót az adatvédelmi biztos úrnak, aki felszólalását innen az emelvényről fogja megtartani. Kérem, fáradjon az emelvényre. Parancsoljon, adatvédelmi biztos úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim, államtitkár úr! 2011. márciusában az új alaptörvény általános vitája során megtettem észrevételeimet annak adatvédelmi rendelkezéseiről. 2011. június 7-én kaptam meg véleményezésre a tisztelt ház előtt fekvő törvényjavaslat első változatát, erre 41 észrevételt tettem. Örvendetes, hogy ezek közel felét, igaz, főképp a kisebb súlyú technikai jellegű észrevételeket a jogszabály előkészítő beépítette a törvényjavaslatba. A TPER 3.6.8.8.8.8.8 házmona terjedelét javaslatot a címlatozni véntérnyezt lemény tegnap a napon, és 6.20 évét észrevet megtelemettem a küldament parlamentok pákció frakció vezetének. Felszállásról nem is van értes, mert mindent megjegyzi meg is, és a csupontos legfokasabb ebben kimelem. Tisztelt tigyelmét, hölgyeim és uraim! Az információ elkezdődő jogzésről és a gróforma az információszabadságot szóló javasvény kapcsolatkozatán fő két részre és eltevétlók felállomjuk ügyelmetre. Az egyik törvegyet a slényjavar alatt vettő alapvetően a vélem és visszerényem húzom túlni is adtan, és az alavul el a 1992 formás informatik nézett körzethez lesz írkezkedő. Másik, a más, hogy a jog, ahol a jelő szabályszító kész új intő úszmények tézőtre volt létsározást javart, tesz ott slatot, ott végig vég alatt gondotlan báj a szabás és szállásot számos szállatok kárhoz. Először először azokra a kezelendekről besekszak, amely szélhelyzeteknél szerintem megvettek gére válva a szállatotosztatásra. Hat helyek nem egy árki párt példát. Első az első példa, az a svéd adatjogelmi alapvet alaszabítőzás helyez a tárgyalföl külföldre nyúló iránytová adattás bítés. A hat, a szabályozás helyez volt el a nap gondolpigotókokat hozhatnak azok a állis lóbáreknek szége, amelyek adat, melyek a titaik a számára lesemítetőbb felütten, hogy járók már ahol nem tud sem fogható, melyik, hogy megvált adat, milyen is mitú sok hatalasság van. Az adat jogvédelmi utóbbi az utóbbi évek át reagál fejlőre a fejlemény új jogeszközgi eszületek szükségedetek kötelel a közvállalző visszalatok. Bár ezek ezek lényeg, hogy a MUNAC multilis önállat vállalósó felsabbá szabadájai biztosítja az adatja az állami védelmi megfelelés felel, és egy köztől ilyen európai kopait véd adatfelelmi szerjelőt kell vizsgálja. Való így megvan megvalósítva eurósul embelopán adatul a szabadák szabadás áramlóra, az ország rend, amelyből kicserbad kimarazda gazdagisági hátrására kerülünk a A hat, a magyar állósítvér adatjog nem jelentett, nem lehet szilegezentővé az eszközöm az alkalmatása, nem, de lehet szilegetővé az ön a döntök előtt fekvényjavar törvény 8 lat szakszadik sem az, ami tovább megy tokiszra is az otárja. Rajnos, sok el, hogy azt mondja, hogy mondjuk, hogy el az ilyen rendevult az is elkezdábbé továbbélés gazdasági zasegár az tokozórsz az országnak. Mások, másodszor. A jogelőpályázatot készítő az első jobb verzióból kiadatva az adatok feldolgozás, vagy az megbírtkett adat és az elérbáj szabályozás. Itt vezető így nevezett az adatgazdélem adatvédelmi jobb egy jogalany jogal más egy számsik szavé már az gezes egy adat al és kezelési műveteket. Csúszik a kötés az igazgatási és ügyi műságzérő tisztelt külnek elszeregődött éleimét, nem betem a felhívmemet figyelm arra, hogy egy az az apai Európa Adat Unió, ami arra érdemű irányelv irányai kifnyelvekten ezelőjén elő, az internetnek a tezmény pályázat szabadatása, hogy a rendelkezés delkezze is visszerülsként a törvény törzslanyavatba, ha ám a rostályú alavú elvartott a malom. Na egy szakad egyedik szasadik más kezdésbe kell, azt is ebben a sajtó olvasgatják az adat, hogy a feldolgozó feldolgozó kenysvékkel kell igényedása látán más orra adat feldolgozó feldolgozó vehet nem igénybe figyelme.
Tisztelt Egyeim, hát Hölgyeim és Uraim, esik, hogy más probléma, mivel ma mindenki mind alá kitartmározott jogász, aki ott adatként a jogvédelmi akarót tartalmazott, ugyan ez az is megszabadja a tilt azt, hogy hogy cég szocára számára egy szolamelyet a telogászadalás, például ezt ügyféltotolgálatform, vagy infikai szmatikát a szolgálatokatás, és így teljes cégtőcebi a továbbalak a vállalat vezók igényeni be. Ez egy vál nagyobb csoport belőttem ülnek, amennyi az agjai védelmedatiban jobb külön elkalajnult a számnak sznak. Itt a lehetetlen helyzetet, ez nem ményegység lehet tartani, és beszasztani lehet szabály. Feltétlenül étlen átdobása fog az úgy szorú, mert hamarra így nehezik nehez cégtiatű körgek működés, feleges kuslegeggel bölcsek, és se jut hamarat okoznod az orosz gazdaságosság. A harmadik példa az átvéd adat nyilván mi tartántartása. Ennek lényeg, hogy ki vegyes legkételt adat el az adat, és kezelőbe kell kedvente jelent adatni az, ami bivédáshoz tört. Az intézmény